Sziasztok, sziasztok! A Vem Gábor, lássuk meg az Honor Standard a Gamescom 2018-on, ahol bemutatta egy új okostelefon, méghozzá az Honor Play-t, amit ki van állítva mindenhol, látjátok, van elég hely játszani vele, megnézni a színeket, azt is a végén még egyszer belevágom, de először csomagoljuk ki, lássuk, hogy mit tud, milyen hardware van benne, és hogy mennyibe fog kerülni ez, hogyha pár héten meg belül meg is jelenik. Tehát már itt is van a készlék, még egyszer originál becsomagolva, látjátok, nem csak Honor Play van rá, hanem megint itt van a kis AI jel is, mondjuk az Honor 10, ebben is van egy okos szoftver, ami meg tudja nekünk majd mondani, hogy mit fotózunk, és annak megfelelően javítja majd igazából fel a képet. Úgy hívják még egyszer, hogy Player Edition, a feketét kaptam itt a kezemben, 4 GB RAM-mal, 64 GB besutárai, ami kb. 300 euróba fog kerülni, de van egy 6 GB-os RAM-os verzió is Ázsiában, de valószínűleg itt Európában tényleg csak a 4 GB-os hozzák ki, hogy jó áron tudják hagyni. Látjátok, teljesen új még a készlék, tehát én megpróbálom majd a körmömmel ezt itt kinyitni, de hogyha nem működik, akkor majd megpróbálom máshogy kinyitni, de látjátok, hogy ez még egy eléggé frissen csomagoldó, mert még egy pár hét még majd megjelenik a boltokban. De van nekem egy kis SIM-kártya segítségem, és akkor azzal, hogy ki tudom igazából már is nyitni. Így mi? Teljesen frissen, újonnan becsomagolt okostelefont. Kellemes kis csomagolásban van benne, és látjuk, hogy wow, nagyon jól néz ki. Kis fekete, vörössel hozzá, lámpánk is van. Oldalt írja majd bele a SIM-kártya, az, hogy bővítette a tárai, az azt írja, hogy igen. Van még hozzá egy nanoSIM, nem mikroSIM, és vagy kettő nanoSIM, vagy egy microSD, és egy nanoSIM van rá írva. Megnézzük más oldalt, nagyon szép. Van ebben is meg notch, 6,3 inches a kijelző, 16 megapixel kameránk elől van, hátul meg 16+2. Tetején semmi, és az alján majd van egy USB-C csatlakozónk, USB 2 sebességgel, felhatalmazó csatlakozó, hangszóró és mikrofon is itt mellette, ez kettő csavar. Vegyük le a fóliát. Látjuk majd, hogy gyönyörű Honor logó nem csak bele van ragasztva, rá van ragasztva, hanem bele van igazából a fém hátlapba gravírozva, tehát bele van metszve, és ugyanúgy ezek a láthatók feliratok, vagy csíkok, és ezt is le lehet persze róla venni, de most rajta ugyan vesz a matricát, és a C-jelk meg ilyeneket is igazából szépen itt beleintegrálták itt ebbe a dizájnba. Kapcsoljuk be, és miközben elindul, nézzük meg, mi van még a dobozban, méghozzá kis SIM-kártya segítség. Kapunk hozzá megint egy CPU tokot. Alap nagy jó. És más kitomászni a nyelvet mindjárt. Ezt is megnézzük még, hogy mi van még a dobozban. Még hozzá egy quick charger, egy 18 watt órás 9 ampere 9V 2A-rel, egy USB, és látjuk megint, hogy a Huawei-hoz tartozik az Honor, USB-C kábel, fehér, és egy felhatalmazó sem hiányozhat. Ezeket már mind ismerjük, van benne hangerőszabályzás is, középső gomb, hogy fel sem menni persze a gyilasokat, de lássuk a telefon önmagát. Legyen angol, én szeretem mindent angolul használni. Következő, be lehetne adni egy SIM-kártyát, ezt most kihagyjuk. Wi-Fi-re csatlakozunk fel, ezt mind elfogadjuk, lehet Face Unlock-on fingerprintet is belerakni, nézzük meg, hogyha tartom a 6,3 inches okostelefont, akkor kényelmesen, igen, kényelmesen tartani, és el is érem, igazából, hogy kicsit nyújtózok, akkor oda is ér az ujjam, de csináljunk egy Face Unlock-ot, 1, 2, 3, 4, azt mondja, hogy legalább 6 jegyük kell, hogy legyen. És akkor csak oda kell nézzek. Azt mondja, hogy nem ismerte fel az arcom, hogy ott volt az iPhone közben, de nem baj, hogy rakunk egy új lenyomat, olvasót bele.
ide kell tartani, ezt beismerjük, és már benne is van az ujjunk. Át lehet költözni könnyen egy régi készüléktől, és már benne is vagyunk a készülékben, ami egy Kirin 970-en működik, tehát ugyanaz a processzor a Huawei P20-ban, a jelentette már 4 giga RAM, 60 giga belső tárhely, itt látjuk a notch-ot is fent, belemegyek itt egy kicsit a beállításokba. Hogyha kérdeznétek, hogy tudom magyarul, még egyszer megmutatom nektek szívesen, hogy persze kell válaszolni a nyelveket egyszerűen, és több nyelvet is bele lehet rakni. Mert lenne német is, horvát, magyar és tovább. Most vannak angol nyelvek. Nézzük meg, hogy milyen beállítások vannak még. Például, hogy mennyi tárhelyünk van a 64 GB-ból, 52 van szabad. Látjátok, van rajta egy pár kép, meg van applikáció, előre is rába, és az Android önmaga 8 giga. Android 8.2 van rajta, tehát nem a 9-es még, de majd kap biztosan egy update-et. Itt van 8.2, EMUI és 8.1-es Android. És itt látjuk a jó magas felbontás, 2340x1080, és júniusban úgy látszik, rakták össze az egészet, Kínában kicsit hamarabb jelent meg, most itt Európában is onoplayként boltokba került végre. Menjünk kicsit fentem még hozzá, engem mindig azt kérdezik a képernyőn, hogy ki lehetne kapcsolni például a notch-ot vagy nem. Nem itt. Notch. És akkor lehet olyat is, hogy látjátok, nincs ott a notch, és akkor azt írja oda, hogy hány óra van meg ilyeneket, ami nekem kicsit jobban tetszik, csak kicsit kisebbnek tűnik a képernyő. Meg lehet így is használni a notch-sal, de nem mindig szupportálja ezt még, de hagyjuk egyenlőre így. És majd menjünk bele a galériába. Úgy látszik, hogy nincs hátra semmi, de nem baj, készítsünk egy pár fotót. A 16 plusz 2 megapixeles AI-os kamerájával itt is élje, hogy before és after, így csinálna simán egy fotót, és így majd az AI-jal kicsit kijavítja. Hát így most csinálnék egy fotót itt a hölgyről. És be van kapcsolva az AI, amit amúgy ki is lehet kapcsolni. Akkor a zöldet kicsit zöldebbre csinálta. Ha rázumulunk itt bármire, mondjuk itt a kis szövegre ide fent akarsz, és még jól lehet tudjuk olvasni, pedig nem olyan jók a fényviszonyok. Csak van persze portré funkció, lehet olyat, hogy ami elől van, az legyen éles, a háttérben életlen. Látjátok, nagyon éles itt a doboz, most is nagyon életlen a háttér. Van videónk, ahol 4K 60 FPS is felen lenni, és van AR effektünk. Tehát hasonló, mint amit a Pixelből ismerünk. Sima effekteket is kiválasztani. Nem tudom pontosan mit jelent, de majd mindjárt kiderül. Ez arcokra működik csak, de lehet hátteret is változtatni, mondjuk ez már nem olyan új dolog. Látjuk az első 10 megapixeles kamerát és a háttéret változtatta itt most meg erre. És ha többre megyünk, akkor itt van minden más, amit a Huawei-tól már régóta ismerünk, meg a Honor telefonoktól is. És persze vettük állítani, hogy mi minden legyen. Itt ki lehet egyiket dörölni, hogyha több tárhely kell nekünk majd. Később talán még update-ekkel még többek is hozzájönnek. Jó. Kapcsol ki az AI-t, hogyha az első kamerán vagyunk, látjuk az első. A kamera 16 megapixel nagyon jól működik, nagyon szép a minőség. Legyen még a beállítások, hogy látjátok, hogy standard dolgokat lehet beállítani, lehet olyat is, hogy persze töltsük ki a képet, mikor fotózunk, de akkor kisebb lesz a felbontás. És hogyha az első kamera, a hátsó kamerára megyünk rá, amit itt lent ez a gombbal kell, itt is. Hát most éppen 16 megapixel van beállítva, GPS-szel, watermark-ot is be lehet állítani, hogyha mindig kicsit egy fotót, akkor belerakja azt, hogy egy Honor Play-el lőttük. Itt lent belejeje. Csak most persze nem látszik pont jól. És ha az egyet kikapcsoljuk, akkor a felbontását tudjuk állítani, itt is megint ugyanaz az opciók vannak, tehát a 2 megapixeles kamera azt jelenti, hogy extra azért, hogy tudjunk ilyen mélységélességet csinálni itt az aperture módban, és akkor be lehet állítani, még egyszer mondom, hogy milyen extrém legyen az, hogy a háttér mennyire életlen, vagy maradjon éles igazából.
ahhoz képest, hogy erről milyen objektet használunk. De ez volt csak a rövid bemutató videója, kicsimagló videója itt az Honor, ennek az új Play okos telefonjával. Majd csinálunk egy játék bemutatót, persze, hogy milyen gyorsan fut, mert elvileg tényleg jobban kéne, hogy fusson rajta 60%-kal, jobban, 23-szor stabilabban, 3800 mAh-rel, nem túl nagy az aksi benne a 6,3 inches kijelzőhöz, de azért az ára legalább nagyon jó. Lesz 100 000 forint körül, hogyha Magyarországon megjelenik, és különben még egy FM rádió is van benne valahol. Azt néhány még meg szokták kérdezni, de elvileg van benne rádió is. És akkor ennyi is volt a rövid bemutató. Köszönöm, hogy néztetek, a nevem Gábor Lázs. Ne felejtsetek feliratkozni a további érdekes okostelefonos, meg más tekes videókra legközelebb is. És cső!